Milyen egy ember élete, akit már egy éves korában háborús bűnössé nyilvánítanak? Göröngyös utakon, ez Teleki Júlia új könyvének címe. Egy vajdasági békeharcos életét és küzdelmeit mutatja be, gyermekkorától kezdve egészen a szerb-magyar megbékélés napjáig, a Csúrogi emlékmű felavatásáig. Részben a szerző tevékenységének köszönhető a délbácskai településen az emlékmű felállítása, illetve Csúrog, Zsabja és Mozsor magyar lakosságára kimondott kollektív bűnösség eltörlése. Magyarország szabadkai főkonzulátusának dísztermében mutatták be az életműkötetet. Akik eljönnek ide több éven keresztül. Teleki Júlia a vajdasági Csúrogon született. Édesapját 1944 őszén végezték ki a bevonuló partizánok, több száz falubeli férfival együtt. A vérengzéseket követő télen pedig a túlélőket, főleg asszonyokat és gyerekeket kiköltöztették. A járeki haláltáborba vitték őket a mozsori és zsabjai elűzöttekkel együtt. Erőltetett menetben, ahol embertelen körülmények között éltek, sokan éhen haltak vagy megfagytak. Amikor több hónap után kiengedték őket, rendeletben tiltották meg, hogy a három egykor magyar faluba visszatérjenek. A teljes lakosságot háborús bűnösnek nyilvánította az akkori hatalom. A szerb kormány tavaly halottak napjára nyilvánította semmissé ezt a rendeletet. Teleki Júlia egész életét meghatározták ezek az események. Hosszú évek kitartó munkájával mintegy 1000 áldozatot kutatott fel. Az ő neveik is megtalálhatók a könyvében. Csúrogon az egykori Sintérgödörnél, ahová édesapja holttestét is elásták a partizánok, 18 éven keresztül 18 keresztet állítottak fel, míg végül tavaly előtt a szerb-magyar történelmi megbékélés keretében méltó emlékmű épült. A szerző viszontagságos életét, gyermekkorát tárja elénk. Hát hogy lehet valakinek rendes gyermekkora, amikor kikerültünk a koncentrációs táborhoz, nem volt hova mennünk, nem volt házunk, nem volt lakásunk, hol az istállóban aludtunk, hol itt, hol aludtunk. Tehát nekem az édesem nem mesélt meséket, mert nem volt neki, ő mindig dolgozott. Én nagyon emlékszek arra, már nem tudom hány éves voltam, amikor emlékszek arra az ágyra, így deszkára, szalma volt letéve, szalmára pokrósz volt ráterítve, és nekem az volt a gyerekágy, amin azon aludtam, és a téglába be volt messzebbe fejére, talán az, hogy az tisztább legyen. Tehát nekem nem volt gyerekszobám, gyerekágyam. Tehát nem volt igazi gyerekkorom se. A többi gyerekek játszottak, hogy az apukával, én nekem ez nem volt, én vártam, hogy az én anyám hazajön és hozzon valamit a munkáról, egy darab kenyeret, hogy legyen mit ennünk. Nagyon-nagyon szegények voltunk, úgyhogy ezt nem lehet elmondani. Nekem valóban nem hogy az apámat elvették a házunkat, a vagyonunkat, de elvették a gyerekkoromat is. Én nem járhattam iskolába. Én fölnőtt fejjel végeztem be egy tanfolyamot, mert olyan szegények voltunk, hogy édesanyámnak nem volt erre pénz, hogy iskolába járjak. Tehát én nem járhattam iskolába, úgy, mint a másik osztálytársam. Ezért mondom, hogy igazi gyerekkorom se volt. Én biztos vagyok benne, ha mi akkor, amikor egymás után összetörik a köröszteket, és mi nem megyünk egy újabb és újabb megemlékezésre, akkor nem lenne most ott egy emléktábla. De köszönhetően a VMS-nek, és köszönhetően a mi kitartásunknak, hogy mégiscsak ott vagyunk, mert úgy éreztem, hogy ha már életben maradtam a lágerben, hogy ezeknek az áldozatoknak és az édesapám emlékére is köl valamit, ha már nem volt nekik temetők, nem volt sírhadnok, hogy legalább a könyvben legyen nekik a nevük. Ebben a könyvben 720 valahány áldozatot sikerült összeszedni, akik Csúrogon kivégeztek, és plusz még akik meghaltak a koncentrációs táborba, és nagyon sok gyerek is meghalt a koncentrációs táborba. Tehát körülbelül ezer áldozat van az én könyvemben, ez nem végleges, ennyit sikerült összeszednem. És ez erről szól, tehát a lógorból kiszabadulástunk a megbékélés napjáig, az úgynevezett megbékélés napjáig szól ez a könyv, és ennek még nincs vége. Tehát akkor még itt egy következő lépésnek maradt az áldozatok méltó eltemetése. Így van. Mivel a szemtanúk szerint ott nincsenek csontok, mert összeszedtek és elvitték a Kulai völgyárba, ha ez igaz, akkor ez nagyon szomorú. De ha nem is szedik ki a csontokat, mert én nem csontokat akarok számolni, azt szeretném, hogy egy méltó emlékhely legyen, egy park legyen, ahol nem a kecskéket legeltetik, és nem a teheneket,
ahol lehet fa, ahol lehet virág, ahol normálisan ki lehet menni a megemlékedésre, azt szeretném is. És még lesz erőm, én ezért küzdök, hogy ez megvalósuljon. Az a tragédia és a meghurcoltatások, amelyeken Teleki Júlia és családja végigment, és az ezt követő emberi helytállás, amivel nem engedte, hogy ezek a sorsok feledésbe merüljenek, tiszteletre méltó, fogalmazott Babits János. Magyarország szabadkai főkonzulja kiemelte, munkássága arra nyilvánult, hogy az ismeretlen eltűntekről próbáljon adatokat találni. Életműve előtt tisztelegve és a könyv megjelenését támogatva mutatták be a kötetet Magyarország szabadkai főkonzulátusán. Ezekben a hetekben, hónapokban a múlt év végén zárult le az a politikai folyamat, amelyben a Vučić miniszterelnök úr főhajtásával Szabadkán a temetőben gyakorlatilag a magyar-szerb megbékélésnek a politikai részét befejezetnek, lezártnak tekinthetjük, viszont nagyon fontos az, hogy azokról, az áldozatokról, akiknek esetleg a kiléte sem ismeretes, megemlékezni tudjunk. Teleki Júlia munkássága több évtizeden át erre irányult, hogy az ismeretlen vagy sorsú eltűntekről, vagy akiknek még a nevét sem sikerült feljegyezni, próbáljon adatokat találni, és hát az ő életművének tisztelegve is úgy gondoljuk, hogy nekünk lehetőséget kell adni, hogy az új könyve, a Göröngyös utakon című könyv megnyitóját a főkonzulátus is ilyen módon támogassa, hiszen mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy most már nem politikai tekintetben kivívjuk a szerb kormányzat vagy a szerb politikum elismerését vagy hozzájárulását ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon, hanem inkább ahhoz, hogy most már megemlékezzünk ezekről a sorsokról, ezekről az egyéni sorsokról is. Úgy gondolom azzal, hogy ő volt az a hang, aki hitelesen, hiszen átélte ezeket az eseményeket a 90-es évektől kezdve, amikor ő felszólalt még a délszláv háborúk kirobbanásakor is a béke és a egymás mellett élés fontossága mellett, azt követően pedig az előző munkáival is, tényfeltáró írásaival próbált hiteles képet nyújtani erről, hogy mi is történhetett ott 1944 végén, 45 elején, illetőleg azzal, hogy megpróbált minden évben sírhelyet, emlékkeresztet állítani Csúrogon, ami egy szimbolikus jelentőségű hely volt, mindenképpen felhívta arra a figyelmet, hogy ez a szörnyű tragédia nem mehet feledésbe. A Magyar Köztársaság erőfeszítéseit már több díjjal is jutalmazta. A Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet bízta meg, hogy az Akadémiai Vegyes Bizottság magyar és szerb tagozatával együttműködjön, és hogy irányítsa a kutatásokat. Elérkezett az a pillanat, amikor láthatóvá vált a feltáró munka eredménye, fontossága, jelentősége, szögezte le Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Látjuk azt, hogy ebben az évben az adatbázisok nagy része elkészülhet, és hát az alkalom, a pillanat pedig azt mondatja velem most, hogy igazán az idei év és a következő éveknek a megemlékezésekről kell szólni, és Teleki Júliának ez az önéletírása, amely szigorúan kötődik a 70. évforduló szomorú eseményeihez, másrészt azonban egy olyan életutat vázol föl, amely példaértékű számunkra, amely arról szól, hogy az ember elkötelezettsége, magyarsága, közéleti szereplése mi mindenre képes és mi mindent tud megvalósítani. Tehát valahol úgy érzem, hogy a múlt, az emlékezés az nagyon fontos, de a fiatalok felé fordulás, a fiatalokkal való kapcsolatépítés, a fiatalokkal való olyan párbeszéd, amelyben a fiatalok megérzik ennek a 70 évvel ezelőtti eseménynek a minden kegyetlenségét és szomorúságát, de a jövőbe már úgy tudnak majd nézni, hogy az emlékezet, a tudás, a bölcsesség egy nyugodtabb és egy inkább előremutató, egy boldogabb jövőt tud építeni.
Milyen lépések várhatók most itt a közeljövőben még? Hát én azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy a tömegsírok helyszíneit beazonosítsuk, ez folyamatban van a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet egyik feladata, és olyan emléktáblákkal jelölni ezeket, ahogy a jövőben ezek a közösségek, ahova tartoznak ezek a tömegsírok, ott méltóképpen meg tudnak emlékezni. Ha kell, ezt akár a Nemzeti Tanács is segítheti, és a vidék, a környék, az ott élő emberek ebbe közreműködnek, ebbe segíthetnek. Az emlékezés a legfontosabb. Valahol el kell temetni halottainkat. A görög tragédiákban ezt megtanultuk, és tudjuk, hogy egy fontos dolog, hogy jelképesen, vagy milyen formában temetjük el halottainkat, de ezt meg kell tennünk. Ez minden generáció feladata. Mi most olyan társadalmi körülmények között vagyunk, ahol ezt megtehetjük. És a lépés, hogy milyen törvények, milyen rendelkezések, milyen rehabilitációs lehetőségek nyílnak a jövőben, ezt nyilvánvalóan, hogy napra készen kell tartani, de ennél sokkal fontosabb az, hogy fiataljaink úgy emlékezzenek a múltra, hogy a jövőben esélyt, lehetőséget és egy biztos szülőföldön való maradást lássanak. A helytörténészek kutatásait külön kell választani a ma már engedélyezett, kimondottan történészi munkától. Azonban ezek a tevékenységen nem zárják ki egymást, sőt, együttműködésre van szükség, emelte ki Forró Lajos. A Délvidék Kutatóközpont alelnöke felbecsülhetetlen értékűnek nevezte Teleki Júlia munkásságát, aki teljesen amatőrként kezdte a Vajdaságban 1944-45-ben történt atrocitások polgári áldozatainak a feltárását. Az idővel versenyt futva kellett a tanukat megszólaltatni, megkeresni, hiszen napról napra fogynak ma is a még élő visszaemlékezők. Ennek a munkának az oroszlán részét végezte el Júlia. Nyilván ezután egy tudományos feltárás, vagy egy tudományos munkának a következő lépése pedig az, hogy ezeket az anyagokat felhasználjuk, és hát egészen pontos, amennyire lehet pontosítsuk az áldozatok számát, a körülményeket. Én azt gondolom, hogy ha egyfajta együttműködés kialakul, nem csak így, mint ahogy a Júlia és a Kutatóközpont, hanem tulajdonképpen az egykori helytörténészek is a jelenlegi kutatók között, az mindenképpen egy pozitív eredményhez vezethet. Nem Júlia az egyetlen, akivel mi dolgozunk, tehát Mózes Tanicsó bácsival is folyamatosan együttműködünk, és folyamatosan dolgozunk együtt, ő ugye a bajnoki eseményeket tárgyalja. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés találkozás a tudomány, illetve a helytörténeti kutatóknak a munkájának az összesítése. Mindig azt várják tőlünk, hogy pontos számokat tegyünk le, én azt gondolom, hogy ez képtelenség. Tehát olyan 100%-os pontossággal ezt soha nem fogjuk tudni feltárni. Hozzávetőlegesen viszont a tudomány segítségével azt gondolom, hogy közelebb juthatunk az eredményekhez. Maga a kutatás, annak nem kell meghatározni a végét, hiszen itt egy hatalmas iratanyagról van szó, a kutatók jelenleg is kutatnak, akár több száz évvel ezelőtti eseményeket is, tehát ez nyilván ennek a kutatására nem kell pontot tenni. Ami a megbékélés részét illeti, én azt gondolom, hogy Szerbia jó úton halad. Nyilván ehhez kellett a jelenlegi magyar kormány nagyon-nagyon jó nemzetpolitikája, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség is, személyesen Pásztor István nagyon komoly elkötelezettsége az ügy érdekében. Ezekkel a segítségeken azt gondolom, hogy a tudomány olyan léptekben tudott előre haladni az utóbbi pár évben, ami példaértékű. Nyilván Szerbiának pedig az Európai Uniós csatlakozás előtt kötelessége az, hogy ezt a kérdést rendbe tegye. Ebben is jó úton halad. Nyilván ez a Csúrog-Mazsor-Zsabja kollektív bűnösség eltörlése, ez egy nagyon nagy lépés volt, azt gondolom, de ugyanígy a közös emlékhely kialakítása, a közös főhajtás, ezek mind-mind nagyon fontos lépések. Én azt gondolom, hogy ami még hátra van, és ami még nagy adósság, az az áldozatok tisztességes eltemetése. Tehát ezek az emberek nem nyugodhatnak buszpályadvarok alatt, szeméttelepek alatt, töltések mellett. Nekik, mint ártatlan áldozatoknak kijár a tisztességes temetés és a megemlékezés. Mojzes Antal 1934-ben született Bajmokon. Évtizedek óta foglalkozik helytörténetkutatással. Munkáiban főleg szülőfaluja történéseivel foglalkozik. Elsőként írt az 1944-45-ös magyar ellenes atrocitásokról. Teleki Júliával szinte egy időben kezdték el a megemlékezések szervezését a vérengzések egykori helyszínein. Csúrogon, Mosorin és Zsabján szörnyű dolgok történtek.
emberemlékezet óta, az ókor, és nem tudom, bármelyik kortól kezdve olyasmi, ami ott történt, az soha ki nem törölhető az emberemlékezetből és a történelemből. Ott a lakosságot, a magyar lakosságot lelőtték, a több temetőbe hurcolták, a meglévő magyarokat a három településről kiűzték. Júlia akkor úgy hiszem mindössze egy éves volt, és lágerbe helyezték, mint tartományi képviselő került be a tartományi képviselőházba. Itt ő volt az első. Júliához tartozik az, hogy ő kezdeményezte itt a feltárásokat, a nevek gyűjtését, és akkor össze is gyűjtötte a környékén a neveket minden adattal. Én jó magam is a bajmokra vonatkozó adatokat mind elküldtem neki, és a tartományi képviselőház választotti bizottságot arra vonatkozóan, hogy ezt fölkutassák és könyv alapjába kiadják. De sajnos akkor még az egypárt rendszernek a csökevénye ott volt, és nem engedte meg azt, hogy ezzel foglalkoznak. Hosszabb időnek kellett elmúlni annak, mire Júlia és valamennyünknek a gondolata ugye megvalósult. Júlia volt az, aki kezdeményezte is ott magánál ugye az emléktemetőnek a felállítását. Mi még 1990-ben kezdtük el az emléktemetők felállítását, Júlia is ugyanazokban az években. De említésre méltó az, hogy a miénket nem bántották a bajmoki sohasem, hogy egy kicsit párhuzamot vonok, de a Csúrogit délelőtt vagy délután elhelyezték egy megemlékezési, gyászmegemlékezési ünnepség keretében, de már a következő napon azt lerombolták, és ez évek hosszú során így történt. Na most, amikor a magyar szerb vegyes bizottság megalakult, és a megalakulás, ami Budapesten volt, mindketten ott voltunk Júliával, és hát örülünk annak, hogy hát tagjai lehettünk az ottani tanácskozáson. Attól kezdve beindult az, hogy amikor már Csúrogon elhelyezték a megemlékezésnek a virágjait, és azt elhelyezték, attól kezdve nem bántották. Végül is a két államfőnek és a két állam megegyezésére sikerült az, hogy Csúrogon ennek az álhatatos munkának, amit Júlia végzett, sikerült ugye Csúrogon fölépíteni az emlékszobrot, és két évvel ezelőtt úgy hiszem a két államfői főhajtással és elnézést kéréssel kértek elnézést az itt elkövetett magyarok és mások feletti gyilkolásokkal. Úgy hiszem, hogy Júliának ez egy óriási érdeme volt. A szabadkai történelmi levéltár is nagyban hozzájárult a II. Világháborús áldozatok felderítéséhez. A legújabb kutatások során több mint 100 név került napvilágra, mondta Mészáros Zoltán. A feltárás egy újabb lépés után kiállt, hangsúlyozta a szabadkai történész, levéltáros. Az egésznek a hátterének a feltárása is, hiszen a dolog minősége, vagyis az elkövetett cselekmények minősége valamennyire független is attól, hogy mennyi áldozat volt. És én úgy gondolom, hogy az elkövetkező kutatások olyanok kellene, hogy legyenek, hogy monográfia megírását kéne célul kitűzni, mint ahogy ezt a németek már megtették az 1960-as években, tehát így magyar részről is meg kellene tenni a monográfia megírását. Tehát az egy pont egy ilyen könyv megírása lenne? Nem egy ilyen könyv, tehát ugye Teleki Júlia könyve egy személyes érzelmektől vezérelt visszaemlékezés, amelyben nagyon fontos ez a személyes érintettség, viszont a monográfia az egy másfajta műfaj lenne, ahol szemtelenül a tudományos kutatás és a tudományos közlés szabályait betartva tárnánk fel a helyzetet. Tehát ez egy
könyvtári kutatást is jelentene, tehát hogy mikor, milyen csapatok, hol jártak, ugye az állambiztonság melyik parancsnoka, milyen egysége volt melyik településen. Ezen kívül ez egy másfajta levéltári kutatást is jelentene, amelyet már Forró Lajos és Molnár Tibor el is kezdtek, tehát úgy utána járni az egyéni sorsoknak, hogy megnézni és megtalálni azt, hogy hoho, először volt a kivégzés és utána az ítélet, tehát hogy ez a működés hogyan történt, és hát természetesen az áldozatok mellett az elkövetőket is meg kéne nevezni. Itt a Vajdaságban úgy történt, hogy először a szovjet csapatok érkeztek, és a szovjet csapatoknak ugye az volt a céljuk, hogy minél előbb Berlinben legyenek, ezért gyorsan továbbálltak is. Na most a szovjet csapatokkal együtt, vagy őket követve, vagy maximum egy hét, 10 nap múlva megérkeztek a partizánok. A partizánok gyorsan felállították a helyi hatalmat, ezután kijelentették, hogy új hatalom van, és utána történt az, hogy lezárták a kijáratot a faluból, a kisvárosból, és valamilyen listák alapján elkezdték összeszedni az embereket, vagy úgy, hogy besúgók, illetve súgták neki a neveket, vagy úgy, hogy találtak pártlistákat, amelyeket fasiszta pártoknak minősítettek, és akkor aki rajta volt azon a listán, azt összeszedték. Ezután következett az a szakasz, hogy bántalmazták az embereket, súlyosan bántalmazták őket különböző helyeken, és akkor itt most nem mondanék részleteket, hogy milyen szörnyű bántalmazások voltak ezek, és akkor végül kivégezték őket. És akkor ez után történt az, hogy valamilyen módon megpróbálták legitimmé tenni azt, hogy kivégeztek embereket, és így egyenként háborús bűnösnek vagy kollaboránsnak minősítették őket. Ugye ez volt a Vajdaság legnagyobb részén. Ugye a kollektív bűnösséget a Csúrog-Mozsor zsabja térségre mondták ki. Az Óbecsén élő Teleki Júlia az 1990-es években békeharcosként tevékenykedett. Azért küzdött, hogy a 90-es évek délszláv háborúiba ne hurcolják el azokat a vajdaságiakat, akik ezekben a véres eseményekben nem akartak részt venni. Vajdaság tartomány parlamentjébe és Óbecse község képviselőtestületébe is megválasztották, de sorsát és életcélját a csúrogi magyarok, köztük édesapjának tragédiája határozta meg. Évtizedek óta küzd az 1944-45-ben a délvidéki magyarságot sújtó vérengzések felderítéséért, és azért, hogy a tömegsírok méltó emlékhelyé válhassanak. Megtörtént a közös főhajtás, a két elnök fejet hajtott az áldozataink előtt ott az emlékműnél, de az emlékmű körül még mindig nincs rendben minden, nincs emlékpark, ami engem illet. És nem csak engem, hanem a túlélőket, a bocsánatkérés még elmaradt. Elmaradt a bocsánatkérés, és elmaradt a vagyon visszaszármazhatás, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Pont ebben az évben van 70 éve, január 23-án kivisztek az otthonunkból. Mindenünket elvettek, minden ott maradt Csúrogon. Nem, hogy a vagyonokat elvették az életünknek egy darabját. Tehát mindenünket elvettek, és nem kaptunk soha semmit, még egy darab kenyeres az államtól. Tehát még mindig azt várjuk, hogy talán megtörténik majd a vagyon visszaszármazhatás, és megtörténik a bocsánatkérés, mivel az még elmaradt, és azt gondolom, hogy kevesen vagyunk már túlélők, nagyon kevesen vagyunk túlélők, és talán azt várják, hogy minél kevesebben legyünk, hogy még kevesebben kellünk visszaadni vagyont, és kevesebben kérjék a rehabilitációt. A rehabilitációt, a kollektív bűnösséget levették, de még aki nem kérte, annak mégis egyénileg kell kérni rehabilitációt, vagy csak akkor lesz rehabilitálva, ha egyénileg kéri. Valamikor kollektívan vették, vagy nyilvánítottak bennünket kollektív bűnösnek, most pedig egyénileg kérjük. De mégis, ahogy megtörtént, hogy kimondták azt, hogy három község magyar lakossága nem kollektív bűnös, az azért nagyon sokat jelent. Én 8 hónapos voltam, amikor az apámat kivégezték, 10 hónapos, vagyis 1 éves voltam, amikor
háborús bűnösnek nyilvánítottak, tehát én is egy évesen háborús bűnös voltam, és most nem vagyok háborús bűnös, de én kértem a rehabilitációt, és rehabilitáltak az egész családunkat, és azt írták oda, hogy ideológiailag lett apám kivégezve, és lettünk mink a koncentrációs táborba hajtva. Tehát 8 hónapig ott szenvedtünk, ott sínylettünk a koncentrációs táborba. Tudom, hogy az apám életét senki nem adhassa vissza, de a szenvedést a koncentrációs táborba, a jogtalanul megfosztott szabadságtól, arra igenis járna egy kártérítés, és járna egy bocsánatkérés. A legfontosabb lenne az oktatásba változás nálunk is, és Magyarországon is. Hogyha a fiatalok az iskolában megtanulnák azt, hogy mi történt 1944-ben, ahogy megtanulták azt, hogy mi történt 42-ben, meg kell tanulni, mi történt 44-ben, és meg kell ismerni múltunkat, és mindaddig még ez nem történt meg az iskolában, addig nem lesz, nem lehet béke, igazi béke. Még Csúrogon ott van a tábla, hogy a magyar fasiszták áldozat és a szerb partizánoknak a nevei vannak, azoknak a fiataloknak, mi mindig, tehát nem az ő hibájukból, hanem a történelem tanításnak hibájából mi mindig fasiszták leszünk. Tehát külön egy másik tábla, ahol azt írná, hogy a szerb partizánok áldozat és jönnének a magyar nevek. Kellene tudni a szerb fiataloknak is, és a magyar fiataloknak is az, hogy mi történt. Mert csak akkor élhetünk békében egymás mellett, itt Vajdaságban, ha ismerjük egymás történetét, ha ismerjük egymás kultúráját, ha ismerjük egymás áldozatait, és tiszteljük egymás áldozatait, mert úgy gondolom, hogy egymás fájdalma, egymás gyásza kell, hogy összekössön bennünket. Nem a csontokat kell számolni, hogy kinek mennyi áldozat volt. Nem a lényeg, hogy kinek volt több. A lényeg az, hogy volt ártatlan áldozat. Tehát nekünk is, és nekik is, és az ártatlan áldozat, ha egy volt, akkor is ártatlan áldozat volt, és ezt kellene tisztelni. Tehát nekünk az övékét, nekik meg a mi áldozatainkat. Tisztelni kell egymás áldozatait. Teleki Júlia negyedik könyvét tavaly decemberben mutatták be először a Vajdaságban, Adán, amely a szerző saját kiadásában jelent meg, Óbecsén.